Сьогодні, як і щодня, я на зв'язку з нашими військовими, з командувачами. Volodymyr Zelenszkij szerint Donyeck és Luhansk térségében az ukrán védők nagyszámú orosz haderőt és felszerelést semmisítettek meg, mondta a keddesti videóüzenetében. Ma is, mint minden nap, kapcsolatban vagyok a hadseregünkkel, a parancsnokokkal. Több megbeszélésem is volt. A frontvonalak helyzete, különösen Donyeck és Luhansk megyében továbbra is rendkívül nehéz. Ott szó szerint csaták folynak az ukrán föld minden méteréért. Meg kell értenünk ezeknek a csatáknak a jelentőségét. Minden ott nyert méter az egész államunk védelmét jelenti. Minden nap, amelyet hőseink Bahmutban, Vuhledárban, Mariinkában és Donbász más városaiban és közösségeiben véghez vittek, egy héttel csökkentik az orosz agressziót. Ott az orosz hadsereg példátlan megsemmisítése történik. Mindazt, amit az ellenség elveszít a mi Donbászunkban, nem lesz képes helyreállítani. És éppen ez az orosz agresszió lehetősége, amelytől a terrorállam vezetése egész Ukrajnának pusztulását várta, mutatott rá Volodymyr Zelenszkij, hozzátéve, hogy az ukrán hatóságok mindent megtesznek annak érdekében, hogy a katonák több fegyvert, több nagy hatótávolságú eszközt és nagyobb képességeket kapjanak a készülő ellenoffenzívához.